Ingatlanok eladásáról tárgyaltak legutóbbi ülésük alkalmával Szekszárd önkormányzati képviselői. A költségvetésben ugyanis szerepel egy tétel, aminek értelmében nagyjából 500 millió forint értékben válna meg ilyen építményeitől az önkormányzat. Eredetileg a tervek között volt az a Széchenyi utcai épület, ahol néhány éve hónapokig a városháza is működött, az egykori Garai étterem, valamint a Bezerédi utcai tömbelsőben található kerthelység is. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője viszont módosítót nyújtott be, azzal kapcsolatban, hogy ezeket az ingatlanokat ne adják el, inkább próbálják hasznosítani azokat, például hosszú távú bérleti szerződéseket kötve. A javaslatot végül egyhangulag fogadták el a képviselők. Az ingatlanokat megállítottuk, és azóta csak vettünk. Ehhez képest most be is szementünk abba az időszakba, hogy értékesítjük és föléjük az ingatlan vagyont. Ezzel nem tudok egyetérteni. Hát vannak ilyen telekiegészítések, meg olyan tényleg olyan területek, amik úgymond nem sok minden zavarnak a város életébe, de ezek és az, hogy az ingatlanok a város központban itt vannak, úgymond parlagon és kihasználatlanul, ezzel nem értek egyet, de azzal se, hogy eladjuk. Tehát hasznosítani kell. Hasznosítás nem az értékesítést jelenti. A napirendi pontok között szerepelt a helyi Babits Mihály Kulturális Központ nagyértékű eszközbeszerzése is. Ennek során a rendezvények szervezéséhez szükséges bútorokat, színpad, fény, videó és hangtechnikát vásárol az intézmény. Ez nagyba fogja szolgálni majd a városi rendezvényeket. Felvetődött itt ilyen plusz kiegészítés még, hogy esetleg bővíteni lehetne, de igazgató úrral átbeszélve a dolgokat és kalkulációt folytattunk, gyakorlatilag a kijelölt eszközöknek a megvásárlására az nem volt gazdaságos, sokkal jobb lenne a sokkal jobb a bérlet. A közgyűlés tagjai most döntöttek arról is, hogy idén is lesz nyáron és télen úgynevezett igazgatási szünet, vagyis ezekben az időszakokban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatait korlátozottan kereshetik fel majd a helyiek. Nyári igazgatási szünet az 7. augusztus 7-től 11-ig tartan, ez 5 munkanapot jelent. A téli igazgatási szünet pedig a két ünnep között 3 nap, illetve a január első hetében is szünet lenne, és ebben az időszakban nem működne a hivatal. Nyilván az alapfunkciók működnének, de többségében a hivatal kollégái szabadságon lennének, ezzel irányított szabadság lenne, és nyilván egy sokkal kevesebb ideig lenne, kvázi kevesebb ideig lenne az a működési probléma, ami egy két hónapos leállás is eredményezhetne, ha össze-vissza vennék ki a szabadságokat a kollégák. Szekszárd közgyűlése várhatóan ebben a hónapban újraülésezik majd.